Vas Albert, Farkasverem. Felolvassa Lukácsi Katalin. Az úton egy parasztember ballag halast felé, görnyetten, mezít láb, vállán átvetett csizmákkal, énekelve. A szlávos melódia lomhán nyúlik el a tó felett, át a túlsó dombokig, körül nyújtozza őket álmosan és szürkén, mint nagy, lusta polip, és vékonyodó karjai belevesznek a csodák falvi réteg közé. Az országút fehér szalagján, amíg szem ellát, nem mozdul egyéb. A tó túlsó oldalán valaki marhákat hajt lefelé a csóvás felől, néha nagyot cserdít az ostorral, és a hang élesen csapódik a sima víztükörre, mint a belehajított kődarab. A szeptember végi este bronzbarna testével ráhajol a dombokra, elterül a szürkére kopott legelőkön, sárga tarlók közé ékel szántások fekete kockáin, puhán, asszonyosan simul hozzájuk, és barnára sült mesztelen lábait belelógatja a tóba. Valahol fent, a szőlőkön túl egy kopó hajt, nyafogó, vékony hangon néha abba hagyja, aztán elkezdi megint. A hosszú ember ott áll a nádas szélén. Egy öreg korhat fűzfának támasztja a hátát, és néz. Az országútat nézi, a fehér, üres és lusta országútat, a ballagó embert és az eget a feje fölött. A gyöngyszürke, unott arcú eget, amely se nem kék, se nem fekete, se nem piros, se nem sárga, nincs se messze, se közel, se nem szép, se nem csúna, se nem jókedvű, se nem haragos, csak szürke. Szürke és álmos. Régóta áll ott és nézi a lemenő napot, amint pirosra gyúlva búcsúzik a keleti domboktól, hallgatja a nádas zizegését, mely a szellővel beszélget ilyenkor valami titokzatos nyelven. Szeme végig szalad az unatkozó országúton, s szalad rajta, által a dombokon és falvakon, be a város aszfaltjáig szalad. Nézi a ballagó, mezítlábas embert, de sétáló nőket lát a korzon, és hallja a kávéházból kiszűrődő zenét, pedig csak a tücskök muzsikálnak fent a tarlók között valami örök egyforma, bús, mezőségi szimfóniát. Két asszony jön át a réten, fehéringük messzire világít az alkonyatban, vállukon tarka átalvetőt cipelnek, görnyetten és megadással, mintha a sorsukat hordoznák benne. Mikor meglátják a hosszú embert fekete fejkendőjük alatt, rávillantják barna szemüket, és csöndesen ráköszönnek. Kezi csókolom. Románul köszönnek. Szörött mona la Maria szá. Így mondják, s a hosszú ember magyarul felel. Jó estét! Löknek egyet az átalvetőn, és meggyorsítják a lépteiket. Sietni kell. Valahol a nádas szívében lassan ébredni kezd az éj, és Lábujhegyen elindul a réteg felé. Odébb, ahol a legelők csücske egészen az útig leér, juhok bukkannak fel a dombtetőn. Csak a körvonaluk látszik az égen, sok kis mozgó, vakontúrás, mellettük a pakurár hegyes alakja, élesen és szikáran, földön túlian, ég és föld közé beékelve. Csodák falva felől porfelhő támad, kutyaugatás és gyerekzsivaj szalad előtte, és fellármázza az unatkozó csendet. Nagy nyitott autó jelenik meg a kanyarodásnál,
egy túlbuzgó szürke kuvasz lógó nyelvvel nyargal utána, csak a hídnál áll meg lihegve és vakkant még néhányat. Fent a szőlő alatt gyerekek hajtják haza a marhát, közülük néhány nagy sivalkodással az útig szalad. Az autó búgva suhan el mellettük, a nádas mellett, a tó mellett, a dombok mellett, a szájtátva csodálkozó paraszt gyerekek mellett, a mozdulatlanná merevedett juhász mellett, a vállára vetett csizmákkal bandukoló paraszt mellett, fák, virágok, madarak, fűszálak mellett, minden mellett. Egy önálló, külön kis idegen világ. Olyan ott a mezőség szívében, mint valami lázas, siető, furcsa kicsi csillag. Ki tudja, honnan jön, ki tudja, hova megy, és ki tudja, micsoda sorsokat visz magába zárva. Különös, idegen világ, aminek semmi, de semmi köze nincs ahhoz, ami mellett elrohan. A házakhoz, a tavakhoz, a dombokhoz és az emberekhez. Mintha talán nem is emberek ülnének benne. Vagy ha emberek is, hát nagyon messziről jönnek. És nagyon messzire akarnak menni. Már régen nincs sehol az autó. A por szürke utcája is már régen lelangadt a rétre, s a hosszú ember még mindig néz utána. Látja. Látja azokat is, akik benne ülnek. Látja őket, amint közönösen is idegenül szaladnak el tavak, dombok és falvak mellett. Látja, mint simán begördülnek egy város csillogó lámpasorai közé. Látja őket megállni a nagy hotel kivilágított csarnoka előtt. Látja, mint leszedik az óriás bőröndöket, hallja körülöttük a lármát, zsibongást, autótülkölést. A hosszú ember, aki ott áll a nádas szélén, egy öreg fűszfának támaszkodva csendben, titokban velük utazik. Az éjszaka pedig ellopódzik mellette, végigoson a réten, átugorja az országutat, és felszalad a dombra. Köpenyével némán leborítja a juhászt és a nyájat, a hazafelé siető embereket, mindent. Zsebéből elővesz néhány kicsi csillagot, ráakasztja őket az égre, aztán lassan elindul a falu felé. Kis tétova szellőt izen onnan vissza, és a szellő tele van elnyújtott marha bőgéssel, tele van furcsa, keserű füstszaggal, s arról beszél, hogy vége van a napnak. A nádas halkan sóhajtozni kezd, titokzatos jelszó indul meg valahonnan, egyik nátszál továbbadja a másiknak, lassan mindenhova eljut, és mintha valami elvarázsolt élet indulna meg odabent. Ezer kis furcsa zaj támad, ezer kis láthatatlan moccanásban élni kezd egy titokzatos másik világ, a szürkület világa. Valahol bent, egészen bent a tónál, hangos hápogással kél fel egy csapat lomha, tőkeruca, fordulnak egyet a víztükör felett, aztán hangos sziszegéssel áthúznak a túlsó tarlók felé. Magasan, nagyon magasan három gém vonul, éles, reket hangjuk néha belehasít az estébe, nagyon messziről egy másik gém felel. Egyszerre, mint valami láthatatlan karmesteri jelre, megzendül a mocsár roppant zenekara, a békák. Ezer meg ezer hang szólal meg egyszerre, brekeg, lármázik, zajong, valami fájdalmas, egyhangú őszi melódiát szünet nélkül, taktus nélkül, folyton,
folyton, egyformán. Az ég és az égen kigyúló csillagok, a dombok, a fák, az országút, a rét, a nádas, a tó, minden, minden beleolvad és feloldódik ebben a hangzavarban, egyetlen zsongássá, egyetlen gondolattá, egyetlen álmos érzéssé simul minden, ami élet volt, szeptember volt, mezőség volt. Valami zsibbasztó, óriási háló alatt libeg a föld, keserű füstszag és békazene, bénító, különös narkózis. Ilyen lehet az a meghalás, amire azt mondják, hogy kellemes. A hosszú ember ott van már mélyen, mélyen a háló alatt. A mezőségi éj ráterül lomhán és szürkén, és gondolatpusztító álmossággal. Egy csapat pergő réce fütyül el a feje fölött. Hirtelen megrezzen, kezébe kapja a puskát, és mereven figyelni kezd. No, csak hogy hazajött a báró. Ott van az étel az asztalán. A vénasszony már evett, és le is feküdt azóta. A hosszú ember beteszi az előszoba ajtaját, a kezében cipelt vadrécét ledobja a padlóra, aztán befordul a szobája felé. Micsoda sovány jószág, dohog Juli odakint a rucával. Hát érdemes egy ilyenért annyit mászkálni. Indul is a konyhába, a küszöb előtti szőnyegen lompos farkaskutya hever belerúg, hogy az vonyítva szalad lefelé a lépcsőn. Menj a fekete nyavajába, riog utána mérgesen, és becsapja a konyha ajtót. Rápolt ilyen ő báró, így hangzik, a hosszú ember társadalmi neve, benyit szobájába, puskáját egy sarokba támasztja, és az asztal mellé ül. Kis büdös petróleum lámpa világítja be a szobát, az asztalon repedezett címeres tányérban egy darab szalonna, sonka, és oldalas jelképezik a vacsorát, meg egy literes üvegben valami gyanús színű folyadék, amit a ház szokásához mérten bornak tisztelnek. Leoltja lábáról a rongyolódott bőrkamáslit, és félrelöki az ágy mellé. A bakkancsaiból kikandikáló, olcsó, világos színű harisnya alig ér a bokáján felül, és mesztelenül hagyja hosszú, vékony, csupa szőr lábszárait. Kigombolja a zöld vadász mellényét, és enni kezd. Néha belebámul a lámpába, s amíg a két állkapcsa ütemes mozgással őrli az ételt, Rápolt Jenő a lámpa pici lángján keresztül elkalandozik a múltjába. Ott látja magát a Margit szívet ívlámpái alatt, körülötte nők, kacagó, vidám pesti nők, szereti őket és szereti a Margit szigetet is, a nagy komoly fákat, a Dunát és a Gellért hegyet, és a jogász élet, és mindent, ami ott van, olyan jó fiatalnak lenni, diáknak lenni, mosolyogni az élet nagy problémáin, és nem törődni a jövővel. A jövővel, amelyik azért egyre jön, feltartózhatatlanul közeledik, mint nagy, fekete, denevér szárny. Mindegy, vannak vidám cimborák és szép asszonyok, és vannak mindig, és a cigányzene megmarad, akármilyen nagyra gyűlnek is az adóságok. Pedig az adóságok valóban gyűlnek. 2000 forint. Levelek haza. Az apja visszaír. Egy garas sem adok. Egy garas sem. Báró Rápolti Tamás. Jól van, tehát egy garas sem. Nem baj.
4000 forint, 6000 forint, 8000 forint, Isten tudja, hány ezer forint. Világháború, bevonulás, front. Néha szabadság, néha Budapest. Aztán újra lövészárok és gránáttölcsér és piszok és minden. Összeomlás. Az apja meghal. Zavaros világ, agrárreform. A diákkori adóság megszámlálhatatlan ezreket jelent. Foglalás, szekatúra, csúnya, csúnya dolgok. A nővérek kedvesek, jók. Ők mindent kifizetnek, csak adja át nekik a birtok részét. A nővérek igazán kedvesek. Rossz idők, nincs hová menni, nincs mit kezdeni. Budapest, Margit sziget, nők, cigányzene. Hol vannak már? A rozog a szék, megreccsen alatta. Felriad. Mérgesen rágni kezdi a szalonnát. Haragszik, hogy így elábrándozott. Néha szájához emeli a zöld üveget, húz belőle, és dörmögve teszi vissza az asztalra. Fene, aki megette. Hiába. Csodák falván ilyen az élet. Pest más volt. Ott lehetett novellákat írni, jókedvű színes dolgokat, megdicsérték érte, és azt mondták, hogy sokra fogja vinni. Igazuk volt. Valóban sokra vitte. 35 éves, és már van saját egy szobája, egy szekrénye, egy asztala, egy puskája és egy vadászkése, amivel esténként szalonnát vacsorázhat. Szeretne gratulálni saját magának, bravo, igazán tehetséges voltál, rápolt Jenő. Csak issza a bort. A bor jó. Igaz, hogy víz van benne, de azért jó. Tudva levő, hogy a vénasszony, mielőtt kiadja fiának a napi 2 liter bor járandóságát, előbb anyai gondoskodása jeléül, megiszik belőle 2 jó vizes pohárral. Nehogy az alkohol kár tegyen véletlenül benne, és hiányt aztán kipótolja jó friss, mezőségi kútvízzel. De ez már évek óta így történik, és nincs benne semmi különös. Lépések hangzanak kívülről, az ajtó felpattan, és Juli termetes alakja jelenik meg. Örök csatára kész, ingerült ábrázotta. Na mi a? Förmed rá. Hát még mindig nincsen kész. Persze, a bor. Azt a világért el nem hagyná. Akárcsak a vénasszonyt látnám. Vénasszony, ez a fogalom Rápoltinét jelenti. Májka, mondják a románok. És ez valami olyasmit jelent, mint anyácska. Pedig a Májka igazán nem kelt valami anyácska benyomást. Jobban talál rá a vénasszony elnevezés. Pergamentbőrű, ráncos, száraz öregasszony Rápoltiné. Kismadár fején ritkás, szürke a haja persze, bubira nyírva, hiszen a mezőség azért még nem a világ vége. S tudják itt is az emberek, hogy mi a divat? A sárgás-barna bőr mély ráncokba tapad arcon csontjaira, és félelmessé teszi soványságát. 2 szürke szem néz ki ebből az arcból, de olyan hidegen és részvédlenül, mintha nem is élő ember szemei volnának, hanem 2 jégdarab, amit valaki tébedésből odavetett. Senki a világon nem tud úgy nézni, mint a vénasszony. Olyan kifejezéstelenül, olyan lelketlenül, olyan üresen. Nem haragosan, nem gyűlölködve, nem irigyen, nem idegenül, csak valami érzéketlen hidegséggel. Olyan nézéssel, amiben semmi sincs. Régi házakon lehet látni egy-egy vakablakot. Kívülről rendes ablak, üveg is van rajta.
csak éppen, hogy az üveg mögött nincs semmi. Fal. Olyanok ezek a szemek. Rápolti Jenő nem hasonlít az anyjára. Magas, karcsú ember, finomvonalú, hosszúkás arca van, fekete haja és kis fekete bajsza. Valamikor jogászkorában jóképű gyereknek mondták, ha a kezei ápoltak voltak, és a haja, bajusza gondozott. Ma már nem sokat törődik az ilyesmivel. Színehagyott, foltozott vadászruhában jár, bakancsa lyukas, körmei feketék, és eszébe sem jut, hogy kitisztítsa őket. A haja csapzottan lóg a homlokába, de gyérül már. Nem sokára nem lesz több baj vele. A bajusza középen sárga a nikotintól, borszagú, és a szélén néha meggyűl az ételmaradék. De most már nem is akar tetszeni senkinek. Félretolja a repett, címeres tányért, vadászkését és nadrágjához törli. Aztán beteszi a tokjába. Keze az üveg után nyúl, felemeli, megrázza, aztán a szájához szorítja, és hosszasan, hátrahajolva iszik. Kész, mondja, amikor az üveget koppanva leteszi megint. Keze fejével megtörli a bajuszát, és sóhajt. Moslék. Ne tessék meginni, ha moslék. Juli elszedi a tányért, meg az üveget, és indul velük az ajtó felé. A hosszú ember kotorászni kezd a zsebeiben. Juli, drága! Az asszony megáll. Ott áll az ajtóban, és fenyegetően néz vissza. Na! Tovább kotorászik. Juli csak áll, mintha fogalma sem volna, hogy miről van szó. Rápolti félénken néz rá. Nincsen dohány. Sovány csupasz lábszárait félénken húzza be a szék alá, mint megrémült iskolás fiú. Van a zsidónál? A felelet hidegen és érzéketlenül jön. Az asszony ott az ajtóban nem akar tudomást szerezni a bajról. Hozzon, legyen szíves egy csomaggal. Juli erélyesen csap le a félénk hangra. Hol a pénz? Ebbe a kérdésbe belepirul. Holnap majd kérek a mamától. Attól ugyan kérhet. Múltkor is azt mondta. Mégis én kellett dohányt vegyek magának. Ezt már ismerjük. Még ha egy kutyáról lenne szó. De magának? Nem ad az magának, ha megfeszül se. Lehagyja fejét. Még mindig szégyeli magát, ilyenkor pedig már megszokhatta 7 év alatt. Lábait idegesen lógásza, érzi, hogy nevetséges és szánalmas, ahogy ott ül és pénzt kér a szakácsnétól. Juli vájkálni kezd a köténye zsebébe. Fogja. Hadd lej. Most kaptam sajtból. Pénzt lök az asztalra, és már dübörög is kifelé. Az ajtó döngve becsapódik mögötte, az előszobában felsivít egy kutya, a szalon felül ugatás felel rá. Rápoldi elmosolyodik. Ha a mama tudná, hogy rugdossák a kutyáit, na, szép dolog volna, gondolja. És egy kis elégtételt érez, hogy nem tud róla. Lassan feláll a székről, az ablakhoz lép, és kinyitja. A szoba dohos levegője kibukik a keskeny ablakon, és kintről a szeptemberi éj hűvös kezei nyúlkálnak befelé, és meglobogtatják a lámpát. Az ablak a keretre nyílik, sötét vadszőlő hajol rá, mintha el akarná rejteni a világ elől. De szemben magas törzsű platánfa áll, és széttárt karjai közt tartja a csillagos eget.
Ez a platánfa régi ismerőse. Lehajló ágán mennyit tornászott valamikor, és mennyit heverészett az árnyékában. Ott volt ez a platánfa, amikor első szerelmes verseit írta. Tanúja volt az önmagával vívott keserves küzdelmeinek, és nem volt mellette senki, sem apa, sem anya, sem testvér, csak ez a nyugodt platánfa egyedül. És ágai közt ilyenkor éjszakánként a messzi-messzi csillagos ég. Neki soha senki sem mesélt tündérekről vagy angyalokról, csak ez a platánfa egyedül. Szép meséi voltak. De a platánfa már nem emlékszik rájuk. Azóta újakat tanul, és azokat mondja. Szomorúbb, sötétebb, emberibb meséket. Mögötte sűrű bokrok, borostyánok és jázminok sora, kis utcácskák bujkálnak közöttük, és az utcácskákon annyi emlék csatangol. Sápadtak, koravének, árnyék finomak, emlék csatangol. Egy-egy csók, egy-egy kiszorítás, egy-egy ígéret, amit másnap már elfújtak a szelek, ha találkozik velük séta közben. Ma már csak ennyi. Így is lehetett volna, úgy is lehetett volna, de már mindegy. Kihajol, belehajol az éjszakába. Néha végighúzza kezét borostás arcán, és úgy érzi, mintha a leánykezek simogatnák újra régi, régi, könnyű leánykezek. A csillagok lenéznek a platánfa mögül, de messze vannak, talán még messzebb, mint régen. Az asztalhoz megy. Gyors mozdulattal felmarkolja a pénzt, aztán visszatér a nyitott ablakhoz. A kis hideg, érc darabkák csiklandozzák a tenyerét. Régen, kisgyerekkorában, a bácsiktól néha ezüst pénzt kapott. Gurították a földön, és ő meg kellett fogja. Emlékszik. Az volt ilyen érzés. Kinéz. Óvatosan bedugja egyik lábát, aztán a másikat. Már a párkányon ül. Kicsit belefogózik a vadszőlőbe, és a gyepen van. Halkon megy végig a kerten, a platánfa elmarad, el a bokrok is, a fenyők. Valahol egy kutya vakkant utána, talán az előszobában, talán a lépcső alatt. Dögölj meg! Mormogja a fogai közt. A kiskapu nyikorogva nyílik, és kint van az utcán. A szomszéd kutyája dühös acsarkodással rohan a kerítésnek. Megy az utcán, holdfényben alszik a falu. A kis, hegyesövegű házikó lehunyt szemekkel álmodnak. Holdfényben szép a falu, amint ezüstveretes házikóival beékelődik a tó és a dombok szelíd lankái közé, amint meghúzódik a réti nyárfák árnyéka alatt, a kastély fenyői és a templom karcsú vonala között. A felső udvar tornya puhán rajzolódik az égre, baglyok libegnek nesztelenül, és vadásszák a holdsugarakat. A korcsma ablakából fénypázma hull ki a holdvilágra. Reszkető, didergő, idegen fény, másforma fény, ahol sápadtam, tagadja a rokonságot vele. Arra megy. Átsiet a hídon, egy kicsit megáll előtte, és hallgatózik. Rekett éneklés károg odabent, és valaki hangosan beszél románul. Kinyitja az ajtót, az alacsony szobából büdös dohányfüst és szeszpára csapódik ki. A gőzölgő levegőben emberek ülnek, arcuk és szemük fényes az izzadságtól, meg a szesztől
és csodálkozás nélkül néznek rá. Némelyik köszön. Jó estét, domnule baron! Románul adja vissza ő is, adjon az Isten. Kis éles hangú emberke bújik elő, a léckerítés mögül a haja vörös és göndör, arca duzzadt, és apró szemei nyugtalan fürgészéssel tekintenek rá. Jó estét, báró úr! Van szerencsém, báró úr, tetszik parancsolni? Tétován lép a pult felé, lenéz maga elé, és meglátja csupasz lábszárait. A kamáslik, gondolja is nevetni szeretne, mert eszébe jut, hogy sokszor volt már ilyen álma. Mezítláb van egy bálban, frakkosan, ahogy illik, csak éppen mezítláb. Ilyen érzés az is, emlékszik jól. Álmában mind rejtegetni igyekezett tánc közben a lábait. Adjon nekem egy pohár pálinkát. Az egyik román felkel az asztal mellől. Adjál nekem is, zsidó! A kicsi ember fürkén tölt a két pohárba. A paraszt nyúl először érte, maszatos arcán jóindulatú, jámbor vigyorgás húzódik át, amint felnéz a hosszú emberre. Sok évig éljél, domnule baron, mondja, és felhajtja a vízszínű italt. Köszönöm, feleli és emeli a poharát, te is élj. A mozdulat, amivel a pohár után nyúl, a mozdulat, ahogyan a poharat a szájához emeli, és aztán leteszi újra, olyan úri és olyan gesztusos, mintha ott ülne most is a Dunapalota teraszán, és pezsgős poharat köszöntene egy szép asszonyra. A kis zsidó visszaveszi a poharakat, és vékony hangon megkérdezi. Még egyet, báró úr? Jó. Vállat von. A román atyafi megveregeti a hátát. Egészséget, Mariasza, egészséget, mondja nehezen forgó nyelvével, és valami nótába akar kezdeni, de nem sikerül. Csak néhány szomorú, nyújtott hang hagyja el a torkát, reket, panaszos üvöltésbe megy át, az is. Verembe esett fogatlan öreg farkasok üvöltenek így. Aztán visszaroskadt társai mellé a hosszú padra, összeölelkeznek, lógatják a fejüket, néha nagyokat sóhajtanak. Rápolt Jenő felhagyja a második poharat is, a hatlejt gyorsan leteszi a pultra, és zavartan dadogja. A többit majd holnap. A holnap kifizetem. A zsidó besöpri a pénzt, bólint, és nem szól semmit. Tudják mind a ketten, ő is meg a zsidó is, hogy holnap nem fogja kifizetni. Sem holnap után, még talán azután sem. Sem a mait, sem a tegnapit, sem a tegnap előttit, sem az azelőttit. Tudják mind a ketten, hogyha egyszer majd nagyon megnő a számla, akkor a zsidó írni fog a vénasszonynak, s addig fog írni, és lármázni, és követelőzni. Amíg csak kifizetik. És akkor majd megint kezdődik az egész előről. A pénz után néz, aztán végigjáratja szemét a szürke, piszkos falakon, beszívja mélyen a füstös, szesszagú levegőt, és halkan megkérdezi. Nincs egy cigarettája, Tóni? A kis zsidó kaparászni kezd a zsebében, és előrángat egy kopott, zöldes színű papírt. Sajnos csak ilyennel szolgálhatok. Ideges mozdulattal kap feléje, kiránt egyet a vékonyka cigarettából, szájába teszi, és mentegetőzve mondja. Éppen ma fogyott ki, kell hozassak Szamosújvárról. Tudják jól mind a ketten, hogy nem fog hozatni Szamosújvárról.
hogy ő is csak ilyet szokott szívni, vagy még komiszabbat. Rápolt Jenő tisztában van azzal, hogy ezt a zsidó is tudja, de azért mondja, mert úgy érzi, hogy illik ilyenkor szokás, ilyenkor valami ilyesmit mondani. A zsidó gyufát gyújt, ő megköszöni a tüzet, előkelően, udvariasan, aztán megfordul, és az ajtó felé indul. Az egyik paraszt a lábára néz, meglátja a szőrös, csupasz, vékony lábszárakat, és bamba vigyorgással bámészkodik utána. Az ajtóból még visszaköszön. Friss levegő csap az arcába, kellemes hűvös szél szalad szembe vele, az ajtó becsapódik, és bent marad a füst, a pállott szezgőz, a piszkos asztal mellett görnyedő részek parasztok. A hold és a csillagok lenéznek a házakra, és a házak dideregve húzzák be fekete ablakszemüket hegyes kucsmáik alá. Szürke köd nyújtózik a réteg felől, nyírkosan tapad a kerítéshez, és a falu keserű füstszagot lehel tőle. Ott megy a holdfényben, és könnyűnek érzi magát. A fejében valami csendes zsibongás indul. Eszébe jut, hogy a Dunapart is néha ilyen arannyal átszőtt fátlakat visel, hogy a Gellért hegy felől ráragyog májusban a hold. A kerti úton csikorog a kavics, a Balatonnál is így csikorog, és éjjel motorosok járnak Siókfok felé. Volt ott egy lány, Nórának hívták, gyönyörű, gyönyörű lány volt. Ha nem lettek volna adóságok, ha sok minden egyéb nem lett volna, akkor talán most ők ketten, valahol. És eszébe jut egy melódia, valami régi kuplé, amit akkor azon a nyáron dúdoltak mindig, 10 évvel ezelőtt. Azért nem szomorú. Dúdolgat halkan, a platánfa alatt megáll, a petróleum lámpa sárga fénye kihull az ablakon, és fehérre festi a vadszőlőt is. Visszanéz a kertre, és elmosolyodik. Benéztem a Spolaricsba, mondja magának, és csendesen felnevet ezen az ötleten. Kevesen voltak, de jó volt a zene, és megittam 2 üveg pezsgőt. A platánról elgondolkozva letép egy levelet, érzi, hogy könnyen jött, s eszébe jut, hogy ősz van. Azzal fellép az ablakpárkányra. Rápoldiné minden reggel, évek hosszú sora óta már, 9 óra körül kinyitja hálószobája ajtaját, szürke vászoncipőjében végigcsoszog az ebédlőn, kimegy a konyha felé vezető folyósóra, és meghúzza a harangot. Mögötte 2 lompos farkaskutya jelenik meg a hálószoba ajtóban, és letelepednek az ebédlőasztal mellé. Rápoldiné újra visszacsoszog, kinyitja a szalon felé vezető ajtót, és beereszt onnan 3 kutyát. Aztán az előszobából is egyet, majd felmegy a felső vendégszobához, és onnan is 1 kutyával tér vissza. Mikor mindez megtörténik, és a 7 lompos állat morogva vagy farkcsóválva végigköszönti egymást, a vénasszony visszacsoszog a nagy hosszú ebédlőasztalhoz régi módi, magas támlájú székét odatolja az asztalfőre, és elfoglalja a helyét. A kutyák néha összemorognak, ilyenkor szeliden rájuk szól. Enye, enye, nem szégyeli magát, Bubika? Enye, Bubika, mit morgunk megint, mit morgunk? Egyik-másik néha megfeledkezik az illendőségről, és az ebédlőasztal remekbe faragott lábát, vagy a pompás, címeres kandalót sarokkőnek nézi.
de ez a vénasszonyt egyáltalán nem hozza ki a sodrából. Wolfi, mit csinál maga? Feddi meg a tettest. Ejnye, ejnye, mit csinál maga? Előfordul, hogy a kutyákkal komolyabb baleset történik, olyankor odacsozok, és figyelmesen megnézi az eredményt, majd fejcsóválva fordul a kutyák felé. Lám, lám, hívni kéne Anasztáziát. Ezek a balesetek meglehetősen gyakoriak, úgyhogy a szobáknak, a szalonnak, az ebédlőnek, sőt a hálószobának is valami különös, egyéni szaga van, mely szag nem hasonlítható össze semmiféle más szalomban vagy ebédlőben előfordulható szaggal. Ha nagy ritkán idegen ember lép be ezekbe a szobákba, csodálkozva kap az orrához, és azonnal a cipőjét kezdi tanulmányozni. Azonban hamarosan elbordadva jön rá, hogy hiába való. A szag szoros összefüggésben van a szoba légkörével, hozzátartozik, mint ahogy a görényhez is hozzátartozik a maga sajátságos egyéni illata. Hihetetlenül erős, destruktív erővel tudnak hatni ezek a szagok. Egy-egy gazdájával odatévet, idegen, jól nevelt kutyára. Ezek valósággal elvesztik lábuk alól az erkölcsi talajt, amikor rémülten táguló orcimpákkal körül szimatolják a szalont vagy az ebédlőt, és sehogy sem tudják összhangba hozni jól neveltségüket a szagok demoralizáló benyomásával. Ebben a rezerváltan egyéni szaggal rendelkező ebédlőben várja Rápoltiné minden reggel 9 órakor, amíg András a csengetésre szuszogva feljön a lépcsőn és behozza a reggelit. Kezét csókolom, méltóságos báróné! Köszön illedelmesen, és a nagy fatálcát leteszi az asztalra. Egy nagy tál, hideg felvágott van ezen a tálcán, 2 kis szelet pirított kenyér, egy pohár és egy cifra üvegben bor. Ez a vénasszony reggelie. A húsokat szétdobálja a kutyák közé, azok 2 lábon ugrálnak utána, első lábaikat az asztalra teszik, és néha összemarakodnak. András ilyenkor felkapja az asztalkendőt, és azzal üt közéjük. Mikor már csak 1 darab hús marad, azt felteszi az egyik pirított kenyérre, és elkezdődik a saját reggelie. András kinyitja a folyósóra vezető ajtót, füttyent egyet, s a 7 kutya hanyat homlok rohan le a konyha felé. A konyha előtt mindegyiket várja már a saját tálja, és megkezdődik számukra is az igazi reggeli. Rápoltiné pedig megeszi az egyik pirított kenyeret a hússal, aztán teletölti borral a poharat, s egyhajtásra kiissza. Aztán újra tölt, és újra kiissza, amíg csak tart az üvegből. Mikor pedig kiürül az üveg, nagyot sóhajtva, hátradől a székén, kicsit elbámul, nézi az asztalt és a mennyezetet, nem lehet határozottan megmondani, hogy mire gondol, a gondolatai csaponganak, egyik sarokból a másikba, mint a bútorok alá esett pingponglabda, rendszertelenül és meglehetősen szeszélyesen. Aztán egy idő múlva megint sóhajt egyet, hátratolja a székét, kezébe veszi a megmaradt pirított kenyeret, és rágcsálva kicsoszog a kutyái után. Így történik ez sok-sok év óta már, olyan régen, hogy talán ő maga sem emlékszik már mióta. Az a régi Rápoltiné, aki 20 éves korában valamikor idejött, az a szép, karcsú fiatal asszony, aki olyan nagyon szerette a táncot és a kacagást, olyan régen beleveszett csodák falvába,
hogy már eszébe sem jutott többé senkinek. Csak néhány öreg fa emlékszik még talán, hogy sima volt akkor az arca és fehér, és a homloka mögött titkot őrzött. Rápolti Tamást sose szerette. A szülei kényszerítették erre a házasságra, hogy attól a másiktól eltépjék. Sikerült. Hogy mi omlott össze akkor, arról senki sem tud. Csak azok az öreg fák talán, de még az sem bizonyos. Attól a naptól kezdve, hogy hozzákötözte sorsát Rápolti Tamáshoz, egy nehéz vasajtó becsapódott a homloka mögött, érezte a csapódását, és még döngött sokáig a visszhangja. Lelke fekete táblájáról jéghideg kézzel letörölte a szülei nevét, csupán egyetlen név maradt rajta, s a táblát széjjel tépte azzal együtt. A szerelmét behunyt szemmel látta, mert nem szeretett többé senkit. A leigázottnak csöndes gyűlöletével figyelte az urát, a mozdulatait, a szokásait, és kereste rajtuk keresztül az újabb rést, ahova beékelhesse a gyűlöletét. Undorodott a gyermekeitől, amik kicsik voltak, és haragudott rájuk, amikor már nagyok lettek és élni akartak. Később a gyermekek elleni harcban lassan-lassan összetalálkozott a férjével is. Rápolti Tamás szerette az italt, s apránként hozzászokott ő is. Ebéd után hosszabban az asztalnál maradtak. Tamás töltött, s szó alig esett közöttük. Így kezdődött. Ennyi gyűlölet és ennyi sivár kietlenség mellett valami mégis hiányzott azért. Valami felgyűlt, talán a szívben. Habár ezen az elnevezésen mosolygott mindig, hiszen a szív nem egyéb, mint egy erős kis szivattyú, mi köze lehet annak az ember bonyolultabb dolgaihoz. Ez a sok felgyűlt érzés okozta talán, hogy egyszer egy fészekből pottyant varjú fiút felszedett a földről. Lehet, hogy nem is szánalom volt, de valami kíváncsiság féle nyugtalaníthatta. A varjú pedig bekerült a szobába, legyet fogdosott neki, és csipesszel etette, míg felnőtt. Azután is a szobában maradt. Nagy lomha, fekete madár lett belőle, és tyákogott naphosszat. Ez az egytagú tyák-tyák beszéd valami furcsa változást okozott a szívében. Valami rejtett melegség bújt elő tőle, és terjengeni kezdett a kis izomszivattyúcska körül. Mikor a gyermekei gügyögték először a dajka karjában, hogy dá-dá, attól nem dobban meg semmi. De ez a gyák-gyák, ez csodát tett. A varjú mellé csak hamar egy veréb is került, s aztán egy fűrj, majd egy bagoly, és szaporodott lassan a szobák társadalma. Egészen nagyszerű érzés volt, amikor a veréb ott ugrált a tányérja szélén, vagy a barjú belegázolt a levesbe, s a vállára szállt, és azt mondta, hogy gyák. A bagoly, ahogy ránézett nagy sárga szemeivel, szebbnek és kedvesebbnek érezte azokat minden emberi szemnél. De a madarak rövid életűek, s hogy pusztulgattak egyre, kellett valami mással pótolni őket. Valahol meglátott egy farkaskutyát. Akkor kezdtek divatba jönni éppen, és hamarosan neki is volt kutyája. A kutya jobb is. Tamás szerette őket, és így szaporodtak lassan. A kutya mégis okosabb, mint a madár. A nézése is más, és a kutyának lelke van. Ezek az én gyerekeim, mondta, ha vendégek jöttek. Jobbak, mint az emberek, jobbak,
Az én gyermekeim. Rápolti Tamás már régen nem él. A valódi gyerekek felnőttek és elszóródtak, akinek módja volt rá. De kutyák vannak, most is. És a kutyák hűségesebbek, mint az emberek, és lehet őket szeretni is, mert csak enni akarnak. Egyebet nem. Rápolti Tamás elment. De itt hagyta az emlékét, amit szeretni lehet most már szintén, és a nagy polcon egy sor cifra boros palackot. Tehát Rápoltiné most már nem emlékszik arra a fehér arcú fiatal valakire, aki hidegen és elszámtan és összeszorított fogakkal valamikor Csudák falvára érkezett. Az arc hideg simaságát ma már barázdák enyhítik belenyugvóvá, és amikor pirított kenyerével végig csoszog az ebédlőn, megelégedett. Már családja van. A családja most habzsolja éppen a nagyszerű málét, tejjel lent a lépcső előtt. Csoszok, csoszok, szaporán. Szereti látni őket, amikor esznek. Kinyitja az üvegajtót, belefogódzik a korlátba, összehúzza kis rövidlátó szemeit, hogy lám, mi van ott lent. Megdöbbenve áll meg. Rettenetes látvány tárul eléje. Az egyik kutya vonyítva menekül lefelé a lépcsőn, és Nastasia, a konyha szolgáló hatalmas húsánggal a kezében, áll az udvaron. A kutya egyenesen hozzá menekül, és panaszkodva vinnyog. Megsimogatja, és gügyögő hangon vigasztalni kezdi, mintha egy gyerekhez beszélne. Na, mi történt magával, kedves? Na, mi történt? Na, ne sírjon már! Na, mi történt itt lent? Mi történt? Nastasia felkiabál hozzá. Az Alaszka harapta meg! A vénasszony tölcsér csinál a füléhez. Mi történt veled, mondjad már? Nastasia ordít. Alaszka megharapta! Rápoltiné tétován rázza a fejét. Nem kell őket bántani. Jó kutyák ők, ugye? Jó kutyák. És engesztelőleg cirógatja a sebesültet. Aztán lehetetlen alakú vászoncipőjével lecsoszog a lépcsőn, vékony lábszárain harmonikázik a vastag fekete harisnya. Benéz a konyhába, és megkérdezi Judit. Mi lesz az ebéd? Fuszújka! Ordítja ki a kemence mellől. A kutyáknak, hogy mi lesz az ebéd, azt kérdeztem. Juli egy hatalmas edényre mutat. Hús. Megelégedetten nézi. Na, jól van. Nem szeretik a passzújt, meg a körtét. Nem eszik, nem, a körtét, azt sem eszik. Ad a fene nekik körtét, dünnyög Juli, s mérgesen lök egyet a lábason a tűzhelyen. A vénasszony végig csoszog az udvaron, és beszélget a kutyáival. Husika lesz, Alaszka, Husika! Nem lesz körte többet, nem lesz. Jó, Husika lesz. A bagoly ketrechez megy. Az uhú dühösen csattog feléje, fúj és pöffeszkedik. A kutyák körül csaholják, és ettől még dühösebb lesz. Nem kell félni, biztatja a bagyot. Nem kell félni, nem bánt alóla sem a Wolfi, sem a Klára. Klárika nem bánt. Csak játszik, ugye, Klárika? Ott hagyja a felbőszült baglyot, és elindul a kert felé. A kutyák hangos csaholással követik, megkergetnek egy gyöngytyúkot, aztán lerohannak a kerítéshez. Egy szekér jön zörögve az országúton, sovány, rossz gebe van eléje fogva, azzal futnak párhuzamosan a kerítésen belül, ugatva, acsarkodva, neki-neki ugornak a drótnak. A paraszt feléjük suhint az ostorral, de nem ér odáig. Köp egyet haragosan, aztán fütyörészni kezd, és megnógatja a lovát.
A kertben összetalálkozik a fiával. Nem üdvözli kitörő örömmel, talán bosszankodik is befele, hogy ez a hosszú idegen, aki itt él a nyakán, és akit a fiának neveznek, megzavarja a gondolatait. Mert vannak gondolatai, hogy ne lennének. Csak most már nem emlékszik rájuk. Éppen az előbb akarta, hogy mit is akart. Igen, valamit kérdezni akarta Bubitól. Na, mi is volt csak, hogy hogyan lennének neki gondolatai? Hát persze, hogy vannak gondolatai, csak mindig megzavarják. Kezét csókolom, mama. Köszön Jenő, és lehajol, hogy kezet csókoljon. A vénasszony kezét ujjatlan, kötött kesztyű fedi, úgynevezett stucni. Kopott, színtelen valami, iszonyúan régi és iszonyúan piszkos. Ott van a kezén télen, nyáron, örökkön, örökké, néha még éjszaka is elfelejti lehúzni. Mikor föléje hajol, áporodott kutyaszak, és sok mindenre emlékeztető bűz egyveleg üti meg az orrát, úgyhogy a fele úton megváltoztatja a szándékát, és nem csókol kezet. Hogy aludt, mama? Érdeklődik, és igyekszik résztvevő arcot mutatni. A vénasszony nem is felel erre a kérdésre. Hát maga mit csinált tegnap? Egész este, Jenő, mit csinált maga? Vadászni voltam, feleli szinte mentegetőzve. Ugyan, Jenő, merre volt maga vadászni? Merre volt maga, hogy nem hallottam semmi lövést? A szőlők alatt voltam. A vénasszony agya rezonál a szőlő szóra, átkapcsol és bosszusan legyint. Ott szüretelni kell nem sokára, azt mondja a vincellér, nem vadászni, szüretelni kell. Aztán lőtt maga? Lőttem egy rucát. A vénasszony összehúzza a szemét, gúnyos, fölényes mosoly lesz belőle, amitől minden ránc összefut az arcán. Megint csak legyint. A szőlőben nincsen ruca, Jenő, ott szüretelni kell, azt mondja a vincellér. Szüretelni, nincsen ott ruca. Miket beszél maga, Jenő? De lőttem, mama, a szőlő alatt a nádnál. Legyint és tovább indul. Nem lőtt maga semmit, Jenő. A szőlőben nincsen ruca, mondta volna a vincellér. A ruca nem eszik szőlőt. Ki hallotta, hogy a ruca szőlőt egyék? Amint tovább csoszog, mint haragosabb lesz. Az agya lázasan küszköd a ruca és a szőlő körül, és valósággal neheztel Jenőre, amért azt akarta elhitetni vele, hogy a ruca szőlőt eszik. Rápolti az anyja után néz, szeretne még valamit mondani neki, valami meleg, barátságos szót, de aztán vállat von, és elindul az ellenkező irányba. Még eszébe jut, hogy pénzt akart kérni tőle, de ez a gondolat most annyira lehetetlen és hátborzongató, hogy gyorsan elkergeti magától, mint valami mérges zöld legyet. A vénasszony pedig csoszog tovább, a gesztenye allé felé, nem gyönyörködni megy oda, pedig lenne, miben gyönyörködjék. A hatalmas gesztenyefák gótikus kupolája már gyöngén sárgulni kezd. Alattuk tele van a gyep fehérbélű gesztenyehéjjal és barna gesztenyékkel. De a vénasszony nem szokott gyönyörködni. A két szélső vadgesztenye törzséhez hatalmas láncokon, melyek valaha bikák megfékezésére szolgáltak, két apró, sovány, kopasz farkas van láncolva. Olyan vékonyak és nyeszlettek, hogy aki látja őket, az megérti, hogy miért nevezték régen a farkast toportyán féregnek. Ez a két farkas régóta ott zörög már, a szélesen kitaposott gyűrűn, ahogy naphosszat körben járnak a szerencsétlenek.
Bizony, még rühösek is. Csúnya, kopott színű bőrükről, merev pamacsokban lóg a levakart szőr, és aki rátéved, messziről megérzi, hogy a fák körül soha nem takarítanak. Rápoltiné megáll előttük, és feléjük bólogat. Na, hogy aludtak? Hogy aludtak? A farkasok sunyin nézik, leszegett fejjel. Az egyiknek megveregeti a hátát. Na, maga kis aranyos. Maga megint kiabált az éjjel, úgy kiabált, hallottam. Maga kis haszontalan. A farkas nem viszonozza a kedveskedést, alamuszin pislog, és halkan morog a kutyák felé. Mikor ennek a látogatásnak is vége van, visszamegy a kastélyhoz, felcsoszog a lépcsőn, az ebédlő szekrényből levesz egy üveg bort, megkeresi a virágollóját, a bort a hóna alá veszi, és újra lecsoszog a kertbe. A virág ágyásokból kiválaszt néhány szál dáliát, levágja őket, aztán elindul a kápolnához. A kápolna fenn van a dombon, sűrűn ültetett fenyők között. Mikor odaér, bizonytalan színű kötött kabátjának valamelyik feneketlen zsebéből előkeresgéli a kulcsot. A kulcs madzagon lóg, a madzag végén piros cérnakarika, kinyitja vele a kápolna ajtót, és belép. Az oltár mellett, két oldalt, négy kis sötét üvegablak néz ki a falból. Három közülük üresen ásít és unatkozik, azonban a negyedikben koporsót lehet látni, és a koporsó felett egy kis fehér villanykörtét. Itt lakik báró Rápolti Tamás. A vénasszony becsoszog a kápolnába, a dáliákat az oltárra teszi, keresztet vet, aztán odalép férje lakosztályának ablakához, és az ablakpárkányra teszi a boros üveget. Igyék, Tamás, mondja gondoskodó, hitvesi hangon. A kutyák közül néhányan bejönnek utána, körül szimatolják a padokat, az oltárt, mindent, itt-ott felemelik a lábukat, aztán újra kisompolyognak. Amint kimegy, nem zárja be az ajtót, szélesen nyitva hagyja. Hadd menjen be Tamáshoz egy jó kis napsütéses levegő. Ilyenkor mindig nyitva szokta hagyni az ajtót évek óta, amíg tovacsoszog a gyümölcsösig, gyönyörködik a hancúrozó kutyákban, a fák alól összegyűjti a letörött száraz gajakat, és csomót rak belőlük az út mellé. Alig, hogy eltűnik a gyümölcsfák felé vezető úton, a fenyők alól előbújik Jon, a kertészlegény, óriási, rongyos bocskoraiban hihetetlen fürgeséggel beszalad a kápolnába, de a kalapját előbb tisztességtudóan a küszöbön hagyja, gyorsan, de illedelmesen keresztet vet, aztán lekapja a fülke párkányáról a boros üveget, csettint is hozzá a nyelvével és a szájához emeli. Sokáig tartja úgy. Hátrahajol jól, nehogy egy csepp is kárba menjen. Aztán nagyot sóhajt, visszateszi az üveget, bocsánat kérőleg, ránéz a Krisztus képre, keresztet vet és Lábujhegyen elhagyja a kápolnát. A lépcsőről felveszi lyukas szalmakalapját, és nyugodtan visszacsolnakázik roppant bocskoraiban a fenyők alá. Fél óra múlva visszajön Rápoltiné, és újra becsoszog a kápolnába. Leveszi a párkányról az üres üveget. Kedves egészségére, mondja, aztán kimegy, bezárja gondosan az ajtót, és az üres üveggel visszaindul a kastély felé. Ha Jon véletlenül egy nap megbetegszik, vagy elmegy, és nem hagy örököst maga után, a legnagyobb tragédia lenne. Ha egyszer a gyümölcsösből visszatérve érintetlenül találná az üveget, nem tudná elképzelni, hogy mi baja történhetett Tamásnak,
hiszen eddig még mindig megitta. Addig még nem volt soha semmi baj. De szerencsére Jón egészséges. A vénasszonyt meglepetés éri. A kastély előtt összetalálkozik a plébánossal. A kis hízlalt emberke szuszog az igyekezettől, elfulladva köszön, és a kezében gyanús színű kendővel letakart, gyékény szatyrot cipel. Na, plébános úr, mit hozott maga megint? Mit hozott? Maga mindig hoz valamit, plébános úr. A pap széles arcát hatalmas mosoly szeli ketté, amint előre nyújtja a szotyrot. Tessék parancsolni, méltóságos asszonyom, drágám! A bároné kíváncsian nyúl a csomag felé. Csak vigyázat, vigyázat, inti a plébános, és maga siet félrehúzni a rongyokat, egészen kicsi nyílást engedve a betekintésre. Belenéz, és boldogan csapja össze a kezeit. Egy állat van benne, egy állat! Mondja maga, miféle állatot hozott nekem? A plébános diadalmasan élvezi a sikert, nem felel mindjárt, csettint a nyelvével, ravaszul lehunja az egyik szemét, csak azután mondja ki a nagy szót. Róka! Rápoltinél relkendezik. Jaj, hogy tudta maga megfogni ezt a rókát? Egy cigány hozta nekem, bárónim. Drágám, egy cigány hozta. Csalódott mosolyjal, ábrándoz a szatyorral. Azt hittem, maga fogta. Szeretné elképzelni a plébánost, amint egy libegő reverendában fut a róka után. Szinte fáj, hogy a cigány fogta. Sietve viszik a szotyrot, és csak az ebédlőben bontják ki. Kis sovány róka kölyök güzsörödik benne, szeme rémülten kapkod a feléje nyúlkáló kezek után. Drótkarika van a nyakán, a drótkarikán lánc, ennek a láncnak keresik meg a végét, és kiborítják a kosarat. Róka úrfi nagyot puffan a parketten. Ilyetten húzódik össze, apró és sovány és ritkás rőt szőre között, mintha éppen nagy gyakorlatot tartanának a bolhák. Rápoltiné egy anya gondjaival a tekintetében néz körül, és a szeme megakad a kandalló cifra rácsozatán. A lánc végénél fogva húzni kezdi a rókát, amerre elvonulnak a parkett csillagos kockáin, keskeny, nedves csík jelöli az útirányt. A rácshoz kötözi a láncot, gyorsan hozat egy kötés szalmát, és a nyíres domboldalából elrabolt rókafiú ezzel új otthon kap, özvegy Báró Rápolti Tamásné pompás, tiszafa burkolatú ebédlőjében. Eleinte sehogy sem tetszik neki az új környezet. Reszketve megbúvik a szalmában, és ilyetten figyel minden mozdulatra. De aztán, mintha valami idegesség fogná el, mozgolodni kezd, szimatol, sétál már, amennyire a lánc engedi. Aztán egyszerre csak megáll, épp az ebédlő asztallal szemben, s egy félre érthetetlen mozdulattal felszenteli új lakóhelyét. Na, Róki, maga kis huncut, dorgálja meg Rápoltiné örömtől büszkén duzzadó kebellel. Ugye, hogy mégiscsak megbarátkozunk lassacskán? Aztán lekiált Andrásnak, hogy majd az ebéddel együtt hozzon fel egy szemétlapátot is. Bent a szalomban a plébános búcsúzkodni kezd. Szombat van, mondja. Bizony, gyönyörű idő, enged utána Rápoltiné. Holnap, vasárnap, nem használ. A bároné ragaszkodik előző álláspontjához. Igen, szép az idő. A plébános összedörzsöli húsos kezeit, és belenyugvó sóhajjal rátér a tárgyra. Egy kis
misebort, méltóságos asszonyom, drágám, egy kis misebort, istálnék alázattal, 5-6 literecskét csupán, 5-6 literecskét. Maradjon itt ebédre, plébános úr, adja meg Rápoltini a kitérő választ, és kicsaszog az ergére. Kovács Benedek plébános pedig, átengedve az 5-6 literecskét bizonytalan jövendőjének, egy ismételt sóhajtással elterpeszkedik a legközelebb álló karosszékben. A vénasszony kikönyököl az erkély korlátjára. A fiát látja ott, lent, puskával a kezében, és néz valamit a fenyőfák között. Jenő! Jenő, mit akar maga ott meglőni? A hosszú ember int a kezével, és a fára mutat. A sűrű ágak között egy szarka ugrál. A vénasszony ijetten kiált le. Nehogy maga azt a szarkát meglője, Jenő! Rápolti Jenő csodálkozva néz fel rá. Miért ne lőjem? Nehogy azt maga meglője! Olyan kedvesen játszik a farkasokkal, nehogy maga megölje, Jenő! De kártékony, nem hallja. Játszik a farkasokkal, csak nem akarja, hogy unatkozzanak szegények. Inkább rucát lőjön nekem. Rucát! Lövök este azt is, csak legyint. Ne szarkát lőjön maga! Rucát lőjön, Jenő, az jobb, az nem játszik velük, rucát lőjön. Ne féljen, azért fogunk tudni szüretelni, azt mondja a vincellér, csak lőjön rucát. Mindig így beszél. Nagyon jó memóriája van, emlékszik, hogy a vincellér bent volt tegnap a szüret miatt. Jenő pedig azt mondta délelőtt, hogy a szőlőben vadászott rucára. Tehát az összefüggés helyes, hiába néz rá Jenő olyan bután, mindig így beszél. Természetes, hogy így beszél, hiszen az agya dolgozik, és a mondatok közepén új mondatokat termel. Elvégre az a fontos, hogy megértsék. A konyhánál nem sokára meghúzzák a harangot, ez a kolompolás az ebédet jelenti. A kutyák is bejönnek az ebédlőbe, kedvtelenül, sőt, méltatlankodva vesznek tudomást az új polgártársról, minél fogva fel kell hívni Nasztáziát is, hogy ott álljon a szalma alatt rémülten borzolódó Róki mellett, amíg a kutyakedélyek lecsillapulnak. András elfelejti felhozni a szemétlapátot. Nem baj, mondja Rápoltini, majd elviheti ebéd után. Elfoglalja a helyét az asztalfőn, Jenő szembe vele, a hosszú asztal másik végén, két lépése attól a határozottan visszatetsző illatokat terjesztő valamitől, mely Róki egészséges életműködését és a ház szokásaihoz való alkalmazkodását van hivatva igazolni. A plébános ott ül a háziasszony jobbján, nyakába gyűrt asztalkendővel, és hatalmas kenyérdarabokat dobál a kutyáknak. Minden kenyérdobás után a vénasszonyra néz, úgy véli, hogy ezen látható önzetlen jó cselekedetet megdolgozza kissé az 5-6 literecske talaját. András elszedi a leveses tányérokat, és körül hordozza a fuszújkát. Rápoltiné vesz először, tesz a tányérjára, aztán a nagy ezüst kanállal, egyetlen mozdulattal körül halássza a tál beltartalmát, és lekanyarítja az összes úszkáló pirított szalonnát. Ezeket külön tányérja szélére reszi, majd egy falást a szájához vesz, aztán felszúr a villára egy szalonna darabot, és oda nyújtja az egyik kutyának. Aztán újra fal egyet, és egy másik kutyának nyújtja a villát a szalonnával. A plébános derűsen mosolyog magában, csak a szalonnát sajnálja.
A hosszú ember néma undorra leszik. Néha egy-egy kutya leül melléje, és orrával megböki a kezét, vagy felrakja első lábát a tányérja mellé. Ilyenkor óvatosan felnéz az anyjára, s ha az nem figyel oda, az asztal alatt jól irányított rugással kényszeríti gyors visszavonulásra a tolakodót. András és Nasztázia ilyenkor összemosolyognak vele, ők valamennyien cinkos társaknak érzik magukat a kutyákkal szemben. Ebéd után borozás következik. Nasztázia levizi a kutyákat az udvarra, csak András marad bent. Három üveg bor van az asztalon. Mindenki szorgalmasan tölt magának és iszik. A vénasszony megkérdezi. Mit dolgoznak ma, András? András mindent tud. Szántanak, méltóságos asszonyom. Aztán hol szántanak? A tóvölgyben szántanak, majd hozzáteszi. Mondtam az intéző úrnak, hogy méltóságos bároné a gyálban rendelte el, de mégis ott szántanak. Rámpoltiné magasra húzza a szemöldökét. Aztán miért szántanak ott? Mert oda akarnak búzát vetni, istállom. Haragosan legyint. Vetni? Mit akarnak ott vetni? Hiszen ott olyan szép málé volt a tavaly, ha látta volna plébános úr, milyen gyönyörű málé volt ott. A plébános hevesen bólogat, azt mondja, hogy látta, hogy ne látta volna, nagyon szép málé volt ott. A vénasszony tovább mondja, nem búzát kell oda vetni, mikor ott olyan szép málé volt. A búza, az nem ott volt, hiába mondja nekem az intéző, azt sem tudja, hogy hol volt. Isznak. András már nem vár kérdezést. Halász, méltóságának elromlott a cséplőgépje. A vénasszony diadalmasan veti fel a fejét. Na, ugye mondtam, hogy csépeljen olcsóbban. Most elromlott. Persze, ha valaki olyan drágán csépel. András tovább mesél. Az öreg Eulália méltóságának megcsípte az arcát egy darázs, és most úgy feldagadt, hogy alig lát tőle. Rápoltiné kapásból elkészül az ítélettel. Minek megy oda, ahol darázs van? A darazsak a fán vannak. Én nem szoktam felmászni hozzájuk. Aki olyan öreg már, az nem másszon a fára. Ki látott olyat, hogy egy vénlány fára másszon? Jenő megjegyzi. De mama, nem mászott a fára, csak megcsípte egy darázs. Rápoltiné türelmetlen, mozdulatlan. Nem kell fára mászni. Akkor nem lesz semmi baja. A plébános szeretne megszólalni, úgy látszik, éppen itt az ideje, hogy újra szó essen a literecskékről. De András tovább pletykál. A halasdi gróf, a fiatal, ma reggel kocsin ment át Szamosújvár felé. A pap lányával. A vénasszony előtt már üres az üveg. Agyában kábultan kergetőznek a szavak, a sok különböző értelmű szó egészen összegabajodik benne, megmozdul. András mögéje lép, és hátra húzza a széket. Az asztal szélébe fogózva áll fel, aztán támolyogva elindul a szobája felé. A másik kettő is felkel az asztaltól. A plébános meghajtja magát, és megköszöni az ebédet. Aztán gyorsan, utána mondja, nehogy késő legyen. A miseborocskát, méltóságosom, drágám, azt a kis 5-6 literecskét. A fejét féloldalt tartja, olyan esdve néz rá. Rápoltiné megáll az ajtóban. A szavak utolérték, megfordították, és most gondolkozik, hogy mit akart mondani. Keze a kilincsen van. Az agyába dobált szavak, mintha lassan, borzasztó távolból mondattá kezdenének formálódni. Keskeny szája vigyorgásba torzul, amint lassan kimondja a megtalált szavakat. Hallotta, plébános úr? A bolond zentai!
elkergette Halasdról a fiát. András mondta, András tudja, elkergette. Elmentek a papleánnyal együtt. Az a bolond zentai. Aztán lenyomja a kilincset, és bedől a szobájába. András nem hazudott. A Halász Árpád cséplőgépje úgy áll ott az asztagok között, mint valami különös döglött szörnyetek. Álmosképű parasztok gyűrűznek körülötte, és tátott szájukból vékástúl ömlik a csodálkozás. Be kell vinni Szamosújvárra, mondja a gépész, és hátratolja homlokán a fényes fekete sapkát. Halász Árpád megmossa kezeit egy veder olajszínű vízben, és az ilyen módon felhígított piszkot gondosan beletörli maszatos gyűrött kockás zsebkendőjébe. Szétvetett lábakkal áll ott, olajfoltos zöld vászonruhában, nyakkendő nélkül, piszkos barna harisnyákkal, bakkancsban. Arca piros a naptól, de egyúttal szürke is a portól, és simára fésült fekete haja tele van polyvával. Le kell szerelni, mondja a gépésznek, aztán zsebrevágja átnedvesedett zsebkendőjét, és elindul hazafelé. Ott lakik a falu fölött, a dombon, régi stílusú kedves kis udvarházban. A ház körül hatalmas kert húzódik, mely lefele összeér a Rápoltiné kertjével. Mikor felér a házhoz, három nénjét a teraszon találja. Árva fiú, Halász Árpád, szüleit korán elvesztette, s azóta itt él együtt a három nagynénjével. A gyerekkora se nem volt szép, se nem volt gazdag. Olyan volt, mint minden gyereki, akinek nincsen anyja. A nénik jók voltak hozzá, és jók hozzá most is a maguk módja szerint. Enni adnak neki, lakást adnak neki, sőt, annak idején törődtek valamicskét a nevelésével is. Mindig volt a háznál nevelő, aki korlátlanul rendelkezett a szülői hatalmakkal, a szülői jóság kötelezettségei nélkül. Ezért lett Halász Árpád olyan, amilyen. Magában élő és magának élő. A három nővér rábízta a gazdaságot, de azért mindenbe beleszólnak, mindenütt kimutatják vele szemben a tulajdon jogaikat. A három dénleány, Eulália tanti, Zsozefa tanti és Otti tanti, bizony már nem éppen a legfiatalabbak. A 70-et meghaladták valamennyien. Úgy élnek ott, mint valami elvarázsolt hercegnők egy mesebeli várkastélyban. Ha végig sétálnak a kerten, különös divatú ruháikban, sápadtan is, törékenyen, olyanok ott az óriás fák alatt, mint valami régi, kopott, rokokó babák, akik itt maradtak és megöregedtek, és most nem tudják, mit kezdjenek magukkal. Hiába élnek 60 kilométerre Kolozsvártól. Ha egyszer a mezőségen élnek, messzebb vannak onnan, mint akár Afrikában rejtőzködtek volna el az emberek elől. A modern kor fuvalma mindössze annyiban mutatkozik náluk, hogy marosújvári fodrászmesterüktől csupán rikító színű parókákat hozatnak, égő vöröset vagy csillogóan szőkét. Soha nem mozdulnak ki hazúról. Naphosszat a szalomban ülnek, vagy a teraszon, és kézi munkán dolgoznak, vagy olvasnak régi, levendulaszagú francia regényeket. Most is a teraszon talál rájuk Halász Árpád. Megyek Szamosújvárra, dobban közéjük izzadtan, porosan és olajosan. Otti tant leteszi a könyvét, ránéz szelíd kék szemeivel, és nem szól semmit. A kis Eulália tant
feldagadt arcán, megigazítja az ecetes borogatást, és röviden csak ennyit mond. Na, megint. Máskor sem bőbeszédű, de most, hogy az az átkozott darázs megcsípte, még fukarabbul bánik a szavakkal. A dagadás felhúzódik egészen a lángvörös parókáig, és fáj cefetül. A parókát kis gyöngyökkel kirakott lila bársonyszalag tartja átkötve a homlokán, a ruhája sötét rózsaszín, fehér csipkékkel, és vállain van az elvállalhatatlan hermelin gallér. Zsozefa leteszi a kézi munkát. Aztán miért menne be újra? Mi dolga van? Amikor beszél, megfeszül nyakán a sima fekete selyem szalag. Ezt a szalagot állandóan ott hordja, és a sárgás színű, vékony a ráncos nyaka még hosszabb lesz ezáltal. Árpádot mindig levelező lapon látott képre emlékezteti. Ezen a képen vén, pápa, szemes, liba van, éppen ilyen szalaggal a nyakán. Eltörött a dobtengely, magyarázza. Eulália tant elvigyezti a száját. Persze, amikor maga akar menni valahova, akkor mindig eltörik valami. Árpád nevet és vállat von. Jó, hát nem megyek. Nekem mindegy. Eulália tant sértődve felkel ilyenkor, mindig megsörtődik, éppen úgy, mint amikor vitatkozás közben kiabálni kezd, és kérik, hogy ne kiabáljon. Érzi, hogy másnak van igaza, és ezt személye ellen irányuló inzultusnak tekinti. Tőlem mehet, ahova akar. Hegyesen csípi elő a szavakat az ecetes kendő mögül, azzal zörgő szandáljával bemegy a szalomba, és becsapja maga mögött az üvegajtót. Na tessék, megharagudott, mondja Árpád, és lefele indul a lépcsőn. Szegény Eulálianak rosszak az idegei, nem kell őt úgy venni, mentegetőzik szeliden Otti tant, és őszintén resteli magában a nővére viselkedését. A rossz idegeket használja ilyenkor védelmi eszköznek, mint nagyon sokan, akik a maguk vagy a magukhoz közel állók neveletlenségeit és fegyelmezetlenségeit igyekeznek kimagyarázni. Árpád még elmenőben is dünnyög. Jó, nekem mindegy, én nem muszáj menjek. Közben féloldalt rázza a fejét, és a vállait is vonogatja hozzá. De azért mégiscsak bemegy a szobájába, előszed egy gallért, gallérgombot, nyakkendőt, és gyorsan felszereli őket az ingére. Igazán csak felszereli, mert az öltözködés nála olyan szerelésféle művelet. Felszereli magát a társadalom követelményeinek megfelelő ruhaalkatrészekkel, úgy, ahogy azt a ruhák mechanizmusa megkívánja. De hogy miképpen köti meg azt a nyakkendőt, hogyan teszi fel a gallért, milyen ruhához milyen nyakkendőt és milyen harisnyát vesz, az ilyen részletkérdéseken már nem törődik. Mikor ezzel elkészül, kitolja a szekérszínből az öreg fordot, vizet tölt belé, megnézi, hogy mennyi benzin van a tartályban, hogy rendben van-e az olaj, aztán előveszi a kurublit, és forgatni kezdi a gép gyomrában. Vén Ford egy idő múlva hangos köpködéssel adja tudtára, hogy felébredt délutáni álmából. Ekkor a kurblit becsapja a hátsó ülés alá, felugrik a kormánykerék mellé, és elindul. Az autó és az ember között meglepő a hasonlatosság. Az autónak is kitűnő a motorja, elsőrendűen dolgozik, tiszta és rendes belül. A kerekei és ujjak is fiatalok. Nincsen velük soha semmi baj.
De aztán kívülről olyan szánalmas látványt nyújt, hogy aki idegen meglátja, minden kedve elmegy attól, hogy beleüljön. A színe? A színe talán valamikor kék volt, de lehetett volna nyugodtan zöld is, mert már csak valami kopott, rozsdás barnasággal van bevonva az egész, itt-ott kékesebb vagy zöldesebb színfoltokkal. A tetőjét felhúzva viseli, repedezett, szürke ponyvája helyenként rojtos cafatokat lógat az alatta ülő nyakába, helyenként széles hasadásokkal ásít fel a magasságos égre. Az ülések viaszkos vászon húzzam valamikor fekete lehetett, de ebből a feketességből már csak helyenként őriz egy-egy kitartott darabot, a sarkokból és a támlák éléből hosszú, lőszorba macsok idétlenkednek elő, meg-megmutogatva az elrejtett rugókat is. Az ajtók zárai, már ki tudja mióta beszüntették az üzemet, dróttal vannak megkötve, és zörögnek égtelenül. Egyáltalában a drót, ez ennek az autónak a legjellemzőbb ruházati cikke. A lámpák védő üvegeit drót tartja. És drót tartja a kéziféket is, hogy megmaradhasson függőleges állásában. A gázszabályozót különböző hosszúságú drótok kötik a karosszéria szilárdabb részeihez, hogy miért? Azt igazán nehéz lenne megmagyarázni. Sőt, az üvegről is egy ismeretlen rendeltetésű drót lóg bele a levegőbe, és traktusban zörög az úton. Fő azonban, hogy az autó és ember megértik és szeretik egymást. A viszony közöttük inkább baráti. Amerre csörömpölve elzakatolnak, mindenki ismeri őket. Halász Árpád és az öreg drót, Ford olyan személyiségek, amiket a mezőségen illik ismerni. Az asztagfognál felrakják az eltörött tengelyt is, és a drót Ford döcögve zörög kifelé a faluból. Alig érnek ki az országútra, szembe jön velük Rápolt Jenő. Kopott, zöld vadászruha van rajta, mint mindig. Bőrkamásli és vedlett, színe hagyott öreg bársonykalap, a szalagjából kikunkorodó gácsértollakkal. Integet. Hova, hova? Kérdezi, mikor megállnak, és álmos, sötét szemeivel kíváncsian néz Árpádra. Szamos Újvárra, feleli. Vár csak, mondja, megyek én is. Felkapaszkodik. A bársonykalapot behúzza a füléig, nehogy lekapja a szél. Végig lármáznak néhány községen, libák, kutyák és gyerekek nagy sivalkodással vesznek tudomást róluk. Beszélgetnek. Mindegyik a maga élményeiről, Rápolti a rókiról és a vadrucákról, Halász Árpád a dobtengelyről, a gabona árakról, a termésről. Nyomorúság, mondja, az élet, nyomorúság. És Rápolti Jenő nem cáfolja meg. Neki sincs egyéb véleménye. Bazil mérnöknek 20 000 lejfizetése van a gáznál, meséli Árpád, és számítani kezdi, hogy neki mennyi lehet. 500 lejt, állapít meg, de talán még annyi sincs. Rápoltinak eszébe jut, hogy az anyjától még mindig nem kért pénzt. Könnyű a mérnöknek. Szamos Újvár előtt rossz az út, döcög, méltatlankodik az öreg masina, de azért mégis beérkeznek. Rápolti a főtéren leszáll, a kávéháznál találkozunk, kiáltja a gép után, Árpád visszabólint, és a gorombán kövezett utcán csörömpölve tovább zakatol. Rápolti Jenő megáll az utcasarkon, és nagyot lélegzik.
szélesen engedi beözölleni a levegőt a tüdejébe, városi levegő, ha kisvárosi is. Felnéz a nagy örmény templomra, frissnek és fiatalnak érzi magát. Lassú, sétáló léptekkel indul el a kávéház során, nők jönnek szembe a délutáni napsütésben, piros arcú, csillogó szemű, olcsó ruhájú kisvárosi nők. Mindegyiknek a szemébe néz, azok visszanéznek rá és mosolyognak. Lassú lépésekkel megy a Víz utca sarkáig, néhány másodpercig megáll, aztán benéz az Erzsébet parkba. Emberek sétálnak ott is, kettessével és hármasával, néha hangosan nevetnek. Megirigyli a nevetésüket. Valami kis magányosságot érez, valahogy egy gém jut az eszébe, amint ott áll a tocsogó egyik zsombékján, hódák, récék és szárszalonkák lármás seregében, szótlanul, mozdulatlanul, egyedül. Ilyen gém vagyok én is, gondolja, és elmosolyodik ezen a hasonlaton. Ez a magányos érzés nem szokatlan. Soha nem érezte másképpen magát. Így volt gyermekkorában is. A nővérei sokkal idősebbek voltak, az anyja nem törődött vele, barátja nem volt. Apja néha leereszkedett hozzája, játszott vele, a tréfákban barátok voltak. De komoly dolgoknál úgy álltak szembe egymással, mint két idegen. Ahogy elgondolkozva rója az utcát, érzi, hogy ez volt a baj. Az apja őt valami játékszerfélének könyvelhette el vagyontárgyai között, akit elővett, ha jó kedve volt, és ellökött, amikor untatta már, vagy amikor komolyabb gondolatai voltak. Mihelyt kamaszkorban őt nem törődtek vele. Külön lakott, a ház egy félreeső sarkában. Ott is étkezett, és senki sem tartotta számon, hogy rendben van-e a ruhája, rendben vannak-e a gondolatai, mire vágyik, mi égeti a lelkét, miért sér és miért kacag. Kacagni ugyan ritkán kacagott, ezért még jobban meggyűlölték otthon. Unták, azt mondták, mor gyerek, utálatos kamaszkorban van. Utálatos kamaszkor, igaz? Akkor kellett volna mellette legyenek, akkor kellett volna a jó szó és a komoly beszéd. Az apja hetenként egyszer leszitta, és ezt nevelésnek nevezte a maga egyéni szótára szerint. Az életről úgy beszélt, mint valami borzalmas felelősségről, és most jut eszébe Rápolti Jenőnek ott a Szamosújvári utcán, hogy a valóságban öreg Rápolti Tamás vajmi keveset tudott erről a felelősségről. Azért volt olyan magányos mindig, és ezért lett belőle ilyen magányos gém a zsombék tetején. Megszokta hallgatni. És az emberek nem szeretik, ha valaki közöttük hallgat. Éppen a sarkon van, előtte a kávéház nyitott ajtaja. Belép. Nem is gondol oda. A mozdulat megszokott, szinte tudatalatti. A kávéház tele van emberekkel, kereskedőkkel, kupecek, taxisofőrök állnak vagy ülnek vegyesen a nehéz dohányfüstben, kalappal a fejükön. Fél napokon keresztül ácsorognak ott, anélkül, hogy valaki is megkérdezné tőlük a kávéház emberei közül, hogy vajon mit akarnak. A feltett kalap titkos felségjoga védi ezeket minden pincéri atrocitással szemben. Csak a levett kalap kötelez. A levett kalap azt jelenti, hogy az illető nem tartozik a sofőrök, kereskedők, és szenzálok kiváltságos társadalmába, azt jelenti, hogy az illető idegen,
aki azért jött be, mert szüksége van valamire. Mivel pedig Rápolti Jenő levette a kalapját, mielőtt belépett volna, megszokott ösztönös mozdulattal a pincér egyszerre mellé terem. Alázatos szolgája, méltóságos úr, a kalapos társadalom felfigyel, pillanatra elhallgat a bezét zsibongása, mindenki megnézi a jövevényt. Egyesek csendesen megemelik a kalapjukat, aztán, mint óriási hullám, újra összecsap a fejük felett a félbeszakított mondatok, szavak, kiabálások zavaros áradata. Rápolti Jenő elmerül ebben az áradatban, a pincér még mindig ott áll előtte. Egy konyakot, mondja nyugodt hanglejtéssel, és leül egy üres asztalhoz. Csak akkor jut eszébe, hogy nincsen pénze. Kicsit megdöbben, aztán forró vér hullám fut át a fején. Eszébe se jut, hogy régen se volt pénze soha. Az apja soha sem adott. Amikor valahova, városra ment, nagyobb gimnazista korában, pedig a többi fiúk kaptak az apjuktól egy kis színházra, egy kis nőre, egy kis görbenapra valót. Egyhajtással lenyeli az elébe helyezett italt. Még egyet? Néz rá várakozva a pincér. Jó, mondja lomha nem törődömtséggel, s úgy érzi, hogy most aztán már igazán mindegy. Szégyelni azt mondani, hogy nem, mint ahogy nyolcadikos korában szégyelte mondani a fiúknak, hogy nincs pénze velük menni az éjszakába. Neki, a gazdag Rápolti Tamás báró fiának. Inkább azt hazudta, hogy nincs kedve, s ezért kinevették. De még mindig jobb volt, mintha a másikért sajnálták volna. Mikor Halász Árpád egy óra múlva, fáradtan, porosan és piszkosan belép az üvegajtón, már vörös erek szaladják tele a szeme fehérjét, és finom, keskeny feje tétován imbolyog a nyakán. Na, elvégezted a dolgod? Akkor talán mehetünk is. Halász Árpád természetesnek tartja, hogy neki is dolga volt. Azért kérdezi, hogy elvégezte-e. Nem tudná megérteni, hogy valakinek kedve legyen bejönni Szamosújvárra, anélkül, hogy dolga akadt volna. Elvégeztem. Dadogja Bambán, és bizonytalan mozdulatot kezd a kezével. Elvégeztem. Magyarázólag teszi hozzá, tudod, Árpád, azért nem haragszom az apámra, jó ember volt, én tudom. Árpád csodálkozik, de már sejti, hogy hol van a hiba, és menni szeretne szaporán. Fizetni, kiáltja a pincér felé, és lassan az ajtónak indul. A hosszú ember esetlen segélykéréssel nyúl utána. Te kérlek, kérlek szépen, fizest ki a csekkemet, nincs nálam pénz, otthon maradt, a tárcám otthon maradt. Árpád gyorsan a tárcája utányol, hogy ne, hiszen természetes, az ember otthon nem hord pénzt magával. Csak a szeme merevedik meg, mikor a pincér eléje teszi a számlát. 19 konyak, mondja, szinte mentegetőzve, amikor meglátja Halász Árpád elképet arcát. Tántorogva megy ki. A nap már lenyugvóban van, hűvös kezű szellő borzolgatja a homlokát, jól esik a dohányfüst után, elkergeti a szeme elé rakodott ködött. Felnéz a templomra, és elmosolyodik. A Kálvin téri templom jut az eszébe. Alig haladnak egy keveset, utolérik a halasdi kocsik. Zentai Tibor ül benne. Árpád megáll, és oda kiált. Nem jössz velünk? Tibor jön.
Leugrik a kocsiból, csizmásan, zöld lóden ruhában, hajdonfőt. Rápolt Jenő, elnyúlva fekszik a hátsó ülésen, a szája nyitva, nyálas hab bugyborékol rajta, és szava dög a világ. Nyüveg, nyüveg vagyunk, rágjuk a világot, rágjuk. Hát ennek mi a baja? Csodálkozik Zentai Tibor. Árpád legyint, és nem beszélnek többet róla. Előre ül, nézi az utat. Hallgat. Ez nála szokatlan dolog. Árpádnak feltűnik hamar, de nem szól ő sem. Várja a másikat. Ez a Tibor bogaras ember. Ő az egyetlen a mezőségen, akinek mindig van valami új és meglepő vállalkozása. Igaz, hogy ezek arról voltak eddigele nevezetesek, hogy amikor valamennyien neki kezdett, akkor a földkerekségén semmi egyéb nem létezett a számára. Amikor például a kosárfűz termesztésével foglalkozott, akkor naphosszat csak az ültetvényeinél áldogált, és egyéb könyvet a kezében sem vett, csak olyat, amelyik a kosárfűzzel foglalkozott. Ha ezekben az időkben belecseppent egy társaságba, vagy Kolozsváron összetalálkozott valamelyik ismerősével, minden bevezetés nélkül, elkezdett beszélni a kosárfűzről, ezt a témát lándzsaként szegte a boldogtalan hallgatóságnak, s aztán nem volt se vége, se hossza. Csak ha már a társaság szétdőlt a kimerültségtől, vagy a nyakon csípett ismerős bemenekült egy boltba, és a hátsó kijárat igénybevételével hagyta el a kosárfüzek hadizónáját. Aztán egyik napról a másikra hűtlen lett a kosárfüzeihez. Láda számra hozatott új szakkönyveket, és belebújt egy Leborn farmba. Karcsú fehér tyúkokkal népesítette be a gazdagságát, végigutazta Németország összes baromfi telepét, s valahányszor hazajött, tele volt a kofferje gondosan csomagolt tenyésztojásokkal. Fűzvágó kések és hántoló gépek helyett most évi tojáshozamokról, rekordokról, öntetőkről, költőgépekről és műanványákról beszélt naphosszat mindenkinek, akit a balsorsa éppen az útjába sodort. Aztán egyszerre ennek is vége lett. Megmérgelődött a tyúkjaira, s mint a megbántott szerelmes, duzzogva szakított velük. Már néhány hónap is eltelt azóta, és Halász Árpád sejti, hogy a hallgatás mögött széles beszédáradatok lappanganak. Tehát vár. Nem jó a vadállatokat ingerelni, gondolja, mert csak fokozódik a mérgük. Falvakon döcögnek át, rétek mellett zörögnek el, Zentai hallgat. Kigombolja a zöld lódenkabátját, hatalmas mellkasa neki feszül a szélnek, a mosott színű vadász ing alatt rosszul kötött keskeny nyakkendőjét elkapja a léghúzat és meglobogtatja a háta mögött. Egy idő múlva mégis elkezdi. Hogy vagytok? Semleges kérdés. Halász Árpád vállat von. Köszönöm, megvolnánk. Újra hallgatnak. A Zentai szája körül kis gúnyos mosoly indul. Hát bizony, az ember csak úgy él, egyik napról a másikra, mint a kutya. Mindegy, hol hajtja le a fejét. Árpád mereven nézi az országútat, de azért figyel. Ez új hang, s egyben bizalomgerjesztőbb, mint a régiek voltak. E mögött nem lappanghat több fűszvavágó késféle vagy műanyagféle dolog. Tibor pedig gúnyosan mosolyog tovább, és folytatja. Bizony, az ember egyedül van, hiába van apja meg anyja, a végén csak meg kell házasodni.
Na, hiszen arra még ráérünk. Ezt Árpád mondja, csak hogy éppen mondjon ő is valamit. Bizony, nem érünk rá, csaplezentai a gyanútlan mondatocskára. Elvadulunk hamarosan. Bozontos kovasz lesz belőlünk, barátom. Halász Árpád kíváncsi, nem bír vele, kimondja. Aztán kit akarsz elvenni? Zentaiból egyszeribe kibukkan újra a szakember. Hát tudod, sokat gondolkoztam én már ezen. Valami olyan pincos fehér néppel nincs mit kezdeni. Márpedig a legtöbbje ilyen. A szájukat festik, a szemöldöküket tépik, ha egy egeret meglátnak, sikoltoznak. A mai világban csak nyűg az ilyen asszony. Ki tudja, mit hoz a holnap? Nagyon meg kell választani, hogy kivel társul az életre az ember. Körülnéztem én már néhányszor, de bizony nagyon silány az anyag. Aki szerény, az vagy buta, vagy lusta. Akinek esze van, az vagy igényes, vagy hisztérikus. Aki pedig véletlenül szerény és okos is, az vagy olyan csúnya, hogy rá sem lehet nézni, vagy beteg. Márpedig nyavajást választani a mai nehéz körülmények között nagy könnyelműség. Beszél, beszél, szélesen kifejti összes nézeteit, az úton marha csordák hajtanak, Halász Árpád lelassítja a gépet. Meleg, benzinszagú por éri utol őket. A hosszú ember is beleszól onnan hátulról. Nők? Ki beszél itt nőkről? Itt nincsenek nők. Ott vannak nők, ott. Kezét tétován nyújtogatja a lemenő nap felé. Ott vannak nők, ott. Itt nincsenek, nem nők, azok. A nők azok. Itt nincsenek. Á, nincsenek. Megcsuklik és tovább dünnyög. Zentai gúnyos mosolyjal legyint feléje. Beszéd, csak afféle üres beszéd. Nők, nők mindenütt vannak és mindenütt egyformák, ha arról van szó. Már látszanak a csodák falvi nyárfák. Szótlanul ülnek mind a hárman, amint bekanyarodnak a faluba. Lent Rápolti Jenő leszáll. Köszönöm, mondja akadozó nyelven, köszönöm. Azzal támolygó léptekkel elindul hazafelé. A másik kettő nem is néz utána. A nénik a teraszon vannak, elcsodálkoznak, amikor meglátják Tibort. Eulália tant haragszik, hogy nem volt ideje felvenni a szebbik ruháját. Na, mi van a cséplőgéppel? Kérdi csípősen Árpádot. Hallom, hogy Szamosújváron volt. Árpád felhúzza a vállát. Én mondtam, hogy be kell menjek. Eulália tant haragszik, hogy miért nem tudott előre a Tibor jöveteléről. Miért nincs rajta az a szép új ruha? Miért nem tette fel az új parókáját? Haragszik és tovább csíp. Maga nekem sohasem szól, csak elmegy. Cukrot kellett volna hozni. Nincs cukor, nincs! Az Árpád nyaka belevész a vállai közé, amint a fejét rázza. Én mondtam, hogy megyek. Én mondtam... Eulália tant ránéz Tiborra. Tibor szép, magas fiú, mindig szerette a szép, magas fiúkat. Nincs cukor, mondja, és Tiborra néz, pedig Árpádhoz beszél. Borzasztó! Keserűen kell igyam a teámat holnap. Maga is keserűen fogja inni. Tibor megszokott, gúnyoros mosolyával néz Árpád felé. Árpád nyugodtan legyint. Én legfeljebb nem iszom, mondja, és gyorsan valami másról kezd beszélni.
Marjuka kiszól az ajtón, hogy fent van a vacsora, és a nénik feltápászkodnak. Marjuka előttük megy át a szalonon, idétlenül kopog, magas sarkú úri cipellőjében, túlsovány alakján ijesztően leng az úrigunya, és a harisnyái ráncokat gyűrűznek a lába szárán. Az ebédlőbe is Marjuka lép be először, mezitlábas libapásztor korában tanulta meg a falujában, hogy az etetéshez ő megy elől, a libák utána. Eulália tant magasra tartott orral, mint egy jófajta vizsla, beleszimatol az ebédlőbe. Mi a vacsora? Teljes puliszka, feleli Zsozéfa, és leül az asztalhoz. Eulália elfintorítja az orrát. Fúj, disznókása! Zsozéfa szigorúan ránéz, aztán Tiborra. Tibor mosolyog. Nem disznókása, hanem puliszka, javítja ki Ottitan szeliden a nővérét. De Eulália ragaszkodik az elnevezéshez. Disznókása, mondja, disznókása! És fintorogva ül le Zsozéfa mellé, közben mereven nézi Tibort. Ugye maga sem szereti? Kérdi tőle, és elborzadva rázza meg a parókáját Marjuka felé. Disznókása! Marjuka kuncog, amíg körbeviszi a tálat, és összevigyorog Árpáddal. Vacsora után behúzódnak kettesben az Árpád szobájába, és Tibor újra beszélni kezd. A kocsi már régen ott vár az udvaron, de ez nem zavarja. Ki akarja használni az alkalmat? Beszél, beszél, beszél szakadatlanul a házasságról, az erkölcsről, a nőkről. Árpádod ez mind nem érdekli, neki nem fontos sem a házasság, sem az erkölcs, a nőkről pedig tud annyit, amennyire szüksége van. Marjukához és a többiekhez. Unja a dolgot, és álmos is, de tudja, hogy valami elő kell még bújjon a beszéd halmazból, és sietteti a folyamatot. Aztán kit akarsz elvenni? Kérdi újra, mikor egy szusszanásti szünetben valahára szóhoz jut. Tibor teleszívja a hatalmas melkasát, és nehéz, gondtelt tekintettel kiböki. Súlyos dolog. Talán mégis legjobbnak Bedő Ágnest gondolnám. Árpád nem mond véleményt, örvend, hogy már idáig eljutottak, és nem akarja közbeszólásaival hosszabbítani az ügyet. Csóválja a fejét tehát, és hümmöget gondtelten ő is. Jó a pedigré, folytatja Tibor, a pedigré pedig nagyon fontos, mindennél fontosabb. Szerény, igénytelen munkához szokott. Ez nem fog nekem össze-vissza költekezni. Árpád mindenre helyeslőleg bólint. Bizony úgy van, és az idő közeledik az éjfélhez, nem célirányos ellenkezni. Aztán megkérted már? Kérdezi, csak hogy éppen ne látszódjék olyan érdektelennek. Na meg aztán úgy gondolja, hogy ez megint egy lépéssel előbbre viszi az alvás dolgát. Még nem, mondja Tibor, majd holnap. Holnap? Igen, holnap. Vasárnap van az embernek, nincs egyéb dolga, hát átmegyek és megkérem a kezét. Ezt mégsem hittem volna. Ez meglepi Árpádot. Hogy ez a kordünt éppen ilyen alkut, és éppen ilyen súlyos legyen. Hiába, itt áldozatot kell hozni. Tudod mit? Átmegyek én is, mondja. Elviszlek, ha akarod, átmegyünk ebédre, jó? Az ajánlatot nagy lelkűnek érzi, és reméli, hogy most már erre mégiscsak menni fog. Itthon van a húgom is, lógatja Tibor a fejét. Tegnap jött haza. Ő is jön. Rendben van, holnap délelőtt ott leszek. Nagyszerű, rég nem láttam Klárát, igazán örvendek. Árpád lelkesedik, valósággal rajong, van is oka rá,
A disszertáció szerencsésen véget ért, Tibor a sapkáját keresi. Tisztelt Hölgyem, Uram! Vége az első résznek.